Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Június 4-én teli hold van. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Részt vehetsz ezen a szertartáson. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Jelentkezhetsz e-mailen keresztül. Az e-mail címem ott van alul a videó alatt. Mit jelent egy teli hold? Amikor a nap és a hold szemben áll egymással. A nap az megvilágítja a holdat, és ez számunkra látható. Ez a teli hold jelenti azt is, hogy megvilágítja az élet útunkat, láthatóvá tesz valamit. Itt a képen látható az indiai horoszkóp, hiszen én az indiai asztrológiával foglalkozom. Ne csodálkozzatok azon, ha ez egy kicsit más, hiszen másképp számítják ki a horoszkópot, de ez egy nagyon-nagyon precíz számítás. Itt látható a hold a szkorpión jegyében. A hold nem érzi jól magát a szkorpión jegyében, és itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek, anyai témák, sajnos könnyek, szomorúság vagy félelmek, hiszen, mint említettem, a hold a szkorpión jegyében nem érzi jól magát. A szkorpión jegyével szemben van a bika jegye, itt van a nap. Tehát a hold és a nap szemben áll egymással. Itt németül látható a hold és a nap, de mondom magyarul, itt a hold a szkorpión jegyében és a nap a bika jegyében. A hold, mint ahogy említettem, nem érzi jól magát, tehát itt vannak olyan érzelmek is, ami fájdalmas számodra, vagy jönnek ezek az emlékek. Itt a szkorpión jegyénél arról van szó, hogy mennyire fontos bizonyos dolgokat elengedni. De én mindig hozzáfűzöm azt, hogy nem csak ez fontos, valamitől elbúcsúzni, vagy valakitől, hanem bizonyos dolgokat meg kell erősíteni, meg kell tartani. Tehát elengedni, megtartani. Ezek lehetnek gondolatok, lehetnek érzelmek, lehetnek kapcsolatok, vagy egy bizonyos tárgy, vagy egy bizonyos hely. A szkorpión jegye, ahol most a hold van, az indiai számítás szerint, itt most rendezzük ezeket a dolgokat. A holddal szemben a nap a bika jegyében van, és a bika jegye az egy ilyen fix jegy. És az azt jelenti, itt meg kell valamit erősíteni, meg kell tartani mindazt, ami értékes számodra, és a nap ezt megvilágítja. Erről van szó a szertartásnál is. Mit kellene megtartani? Mi az, ami értékes? A bika jegye nem csak a belső értékeket jelenti, hanem anyagi dolgokat, ezzel összefügg a munka és a hivatás. Tehát ez is egy fontos üzenet. Ami a párkapcsolatot illeti, azt, hogy élvezzétek ezt a szerelmet, hogy meglegyen ez a nyugalom, ez a harmónia köztetek. Mars és Vénusz bolygó, mindkettő a szerelem bolygója. Vénusz bolygó jelenti a nőies energiát, Mars bolygó jelenti a férfias energiát. Egy jegyben vannak itt, a rák jegyében Mars és Vénusz bolygó.
És megvan itt a közelség. Itt a rák jegyénél szintén érzelmekről van szó, hiszen a rák jegye szintén a víz elemében van. Itt megvan a közelség, megvan a bizalom, megvannak az érzelmek. Akkor is, ha a hold a szkorpión jegyében nem érzi jól magát, mégis a víz elemében van, és itt Mars bolygó, Vénusz bolygó, ahol párkapcsolatról van szó, a víz elemében van, a hold szintén a víz elemében van, itt érzelmekről van szó. De a hold a szkorpión jegyében mutatja a transformációt, hogy el kell búcsúzni a negatív érzelmektől, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, és odafigyelni a napra a bika jegyében, ahol meg tudtok őrizni valamit. Azon kívül a bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és az jelenti a reális dolgokat. Tehát itt érzelmekről van szó, lehet ez egy vágy, vagy bizonyos álmok, elképzelések, az itt a föld elemében megvalósítható. Ami még fontos ezen a napon, amikor teli hold van, tehát június 4-én, hogy Merkur bolygó és Uránusz bolygó együtt hat a kos jegyéből, az indiai számítás szerint természetesen. Mivel itt megvan a kapcsolat a két bolygó között, és együtt hatnak, itt cselekvésekről van szó, tudásról van szó, itt beszélgetésekről vagy szerződésekről van szó, mind ez Merkur bolygó energiája. De hozzá jön Uránusz bolygó, itt lesz egy meglepetés, itt lesznek változások, hiszen Uránusz bolygó erre utal, erre hat ki. És a kos jegyében lehet egy új irány, egy új kezdet. Itt a háttérben megjelenik Jupiter bolygó is, ami adja a lehetőségeket, hiszen Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. Egy éven keresztül itt marad most a kos jegyében. És visszagondolhatsz arra, mit hogyan éltél át 12 évvel ezelőtt, vagy 24 évvel ezelőtt, vagy 36 évvel ezelőtt. Ezek a kapcsolatok, események, témák most megismétlődnek. Persze nem csak ezen a teli hold napon, hanem Jupiter bolygó egy évig most itt marad a kos jegyében. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!